No, hát akkor szervusztok, ismételten köszöntelek benneteket a 15. Kolozsvári Magyar Napok keretében, illetve a harmadik RMDS oázisban. Érdekes beszélgetés elé nézünk, legalábbis én meg vagyok győződve róla, még mindig nem értem, hogy én mit keresek itt, mert ha titeket összeengednek, akkor tuti, hogy abból egy jó beszélgetés lesz, no, de legyen egy pici irányítás is benne. Itt van velünk Kis Anna, mi közöd, Józsa Levente. Csak a baj, Kolozsi Borsos Gábor KBG, aztán továbbá Bece Szabolcs a Navigátortól, illetve Dovai Csaba a Színpadon podcast műsorvezetője, bátran ezt így kijelentetem. Lemaradt-e Erdély a podcast vonatról, ez a téma indító, és én azzal az egyszerű kérdéssel indítanék, hogy kellett ez nektek? Be van kapcsolva, nagyon jó. Mármint, hogy lemaradjunk a vonatról? Nem, hogy elindítsátok ezt a podcast dolgot. Kellett, persze, hát azért ülünk itt most, hogy mindannyiunk szeretjük ezt csinálni, és kellett abszolút, és Erdélynek is kellett szerintem mindenképp. És szerintem nem maradtunk le a vonatról, úgyhogy ezt az elején szerintem egy picit így siklassuk át más vágányra, úgyhogy szerintem mindenképpen kellett. Egyébként a mikrofonok ott vannak, tehát nem fogok mindenkire egyenként ránézni, meg hogy elvárni, hogy válaszoljon. Természetesen, amivel bele szeretne szólni, megteheti bátran. Tehát akkor te azt mondod, hogy nem maradtunk le erről a vonatról. Egyáltalán jó időben, jó helyen, jó dolgokkal foglalkoztok. Az, hogy milyen időben, az kérdéses, ugye hozzánk is később jött be, de ugyanúgy 4 évvel ezelőtt is volt, bár sokkal kevesebb, mint mondjuk Magyarországon vagy máshol podcast, Erdélyi Podcast. Ilyen nagy számokat nézve, igen, lemaradtunk picit kisebbek a számok nálunk, meg az érdeklődés, de szerintem még mindig rajta vagyunk azon a sinen, csak kérdés, hogy meddig jutunk. Ha a fősodronyt nézem, akkor hogy érzitek, kezdett lecsengeni ez a podcast történet? Sziasztok! Én azt gondolom, hogy nem. Tehát én valahogy úgy látom, hogy a podcast az most kezdi Erdélyben virágkorát élni. Most egy picit visszacsatolok arra, hogy lemaradt-e Erdély, vagy nem maradt le erről a vonatról, vagy mi van vele. Én azt gondolom, hogy Erdély egy kis piac. Mi magyar podcasterek vagyunk. Most bocsánat, hogy a nevetekbe is beszélek. Tehát a magyarországiak kevésbé fognak erdélyi podcasteket hallgatni, ezt gondolom én. Bár cáfoljon meg, és nagyon örülnék, hogyha megcáfolna mindenki ebben. De azt gondolom, hogy Erdélyben még csak most kezdi el a virágkorát a podcast. Én így látom, vagy ezt gondolom róla. Sőt, amiatt is, hogy egyre minőségi podcasteket kezdek látni Erdélyből, és ez szerintem nagyon sokat fog latba vetni ebben a dologban. Ahogy te fogalmaztál, ugye az, hogy Magyarország fog-e követni erdélyi podcasteket, ez rajtatok áll? Hát a témaválasztásokat tekintve olyan témákkal foglalkoztok, amit minél több embert érdekel. Feltételezem, hogy azért külföldről is vannak nézőitek. Ezeket méritek? Tudjátok mérni? Látjátok? Követitek? Nyugodtan. Gondoltam, hogy ettől az asztaltól is vegyünk el egy mikrofont, ha már így végigmentünk. Lehet látni nyilván egyértelműen, vagy hát amennyire egyértelműen, de lehet látni, hogy vannak igen magyarországi nézők is. Ez úgy, ahogy te mondtad, ez a témától fog függni. Tehát, hogyha valami műsor csak Erdélye fog foglalkozni, akkor valószínű, hogy egy Budapesten született, élő és nem ide érdeklődő személy az valószínű, annyira nem fog ide érdeklődni. De azt gondolom, hogy egyébként igen, téma függő. Az, hogy le vagyunk-e maradva, én azért egy picit azt gondolom, hogy igen, bár attól függ, hogy honnan vesszük. Hogyha úgy onnan nézzük, hogy mint hallgató, akkor azt gondolom, hogy nem. Ugyanúgy, ahogy ez a hype annak idején, vagy annó beindult, hogy podcasteket kezdtek az emberek hallgatni, úgy ugyanúgy itt is kezdték el hallgatni, úgy, ahogy én is szerintem, amióta léteznek, azóta hallgatok. A készítés viszont mintha picit tényleg lemaradt volna. Én az elmúlt egy évben tényleg nagyon sokat kutattam abba, hogy egyáltalán tényleg a környéken kik foglalkoznak ezzel, és úgy mindenki most kezdi el tényleg, míg azt látni, hogy azért Magyarországon, meg nyugatabbra, meg északabbra azért már nagyon-nagyon fel vannak ezek futva. De nem biztos,
lemaradtunk, az rosszat jelent. Olyan téren egyébként érzem azt, hogy nehézség nekünk, hogy a mai social media használat az egyre szigorúbb, egyre nehezebben lehet az embereket elérni, illetve egyre szélesebb a használati kör. Tehát míg annó én emlékszem, hogy Facebookra költöztem úgymond a High Five-ról, akkor nagyjából csak a Facebook létezett, meg egy-két olyan, ami ilyen nagyon szélsőséges oldal, de hogy nem. Ma meg nagyon szét vannak szórodva, így nehezebb is elérni őket, sokkal nagyobb tartalmat kell gyártani, hogy ezeket az embereket elérjük. Kérdés, hogy milyen formában akarjuk őket elérni. Sokkal nagyobb tartalmak, ezt időintervallumra érted? Tehát úgy fogom, hogy sokkal nagyobb tartalmakat kell gyártani. Milyen szempontból? Sokkal színesebbet, sokkal többet, erre értettem. Tehát, hogy nyilván nem fog az működni Facebookon, ami mondjuk Instagramon, vagy TikTokon, vagy bárhol. Én nem azt érzem, hogy lemaradtunk bármiről is, hanem ez egy általános tendencia, azt hiszem mindenben, hogy valami elkezdődik nyugaton, ott felhájpolódik, befut, sikeres lesz, és akkor ez idővel érkezik meg hozzánk, és nyilván ehhez nem csak mondjuk nekünk tartalomgyártóknak kell megérkezni, hogy akkor elkezdjük ezt csinálni, hanem a tudatos hallgatónak is. Mert az, hogy most sokan hallgatunk valószínűleg külföldi, amerikai vagy magyarországi tartalmakat, podcasteket, ez egy dolog. De ez még nem jelenti azt, hogy ez az erdélyi magyar közönség olyan könnyen megtalálja a mi tartalmainkat is, mert hogy már eleve ugye egy sokkal nagyobb és másabb piaccal versenyzünk. És hogy mennyire témafüggő az, hogy mennyire hallgatnak minket csak innen vagy csak máshonnan, amiközödnek a YouTube-os megtekintéseinek a fele magyarországi megtekintés. Picivel kevesebb, mint a fele erdélyi, és akkor a maradék kevés százalék az így megoszlik, amiről feltételezem, hogy a diaszpórában élő magyarok azok, akik ezt hallgatják. Folyamatosan úgy fogalmaztok, hogy hallgatnak benneteket, holott ezekhez tartozik kép is. Kell a kép hozzá? Vagy mi a tendencia? Tehát az ember elindítja, közben dolgozik, vagy éppen takarít, tehát hogy nem ül folyamatosan és nézi az arcokat, hanem egyszerűen csak hallgatja a beszélgetést. Erre, ha megengeditek, én válaszolok először, mert szerintem én gyártom a legtöbb kép nélküli tartalmat. Én valamikor volt egy olyan filozófiám, amikor elindítottam a podcastet, és nyilvánvalóan nálam a Covid hozta a történetet, mert elég unalmas volt otthon egyedül üldögélni, és... Akkor volt egy olyan filozófiám, hogy a podcastnek annak hallgathatónak kell lenni. Én életemben nem néztem azelőtt podcastet, én mindig valamilyen tevékenység közben hallgattam, és akkor tehát gyakorlatilag két évadnyi anyagot úgy vittem ki, hogy teljesen kép nélkül. Aztán valamilyen furcsa módon mindenkinek ez volt az első rendű kritikája, hogy jó, de hát nem látom. Mondom, mit akarsz nézni? Miért akarnak most minket nézni itt emberek? Tehát mitől jobb az nekik, hogy úgyis alapvetően a hangunk a lényeg benne. Úgyhogy én is próbálok hajlani a fele, hogy azért legyen kép hozzá. Nyilvánvalóan érthetően fogyaszthatóbb valamiért az embereknek ez a tartalom, amihez látják is az arcot. Úgyhogy igen, de hogyha úgy vesszük, alapvetően a podcast nem képileg volt kitalálva. Tehát az alap gondolata nem az volt, hogy egy képet nézzek, hanem vagy egy konzervált rádióadást hallgassak, idézőjelbe rádióadást. Na és akkor miért kell a kép hozzá? Miért ragaszkodtok hozzá, hogy legyen képanyag is? Mert hogy ugye az nyilván a költségeket emeli. És elcsíptem egy fél mondatot, hogy volt egy anyag, ami látszott rajta, hogy nem profi. Tehát, hogy arra is adtok, hogy ami kimegy, az legyen profi. Tehát nézzen jól ki, legyen jó a vágás, legyen ügyesen befényezve, tehát minden, ami kell hozzá. Ez egy ilyen nagyon paradox helyzet, mert hogy ugye önmagában a podcast ez egy hangfájl, egy hallgatható valami, de mi meg egy elképesztően vizuális korban élünk, ahol a tartalomfogyasztók elvárják azt, hogy láthassanak is, annak ellenére, hogy igen, akár választhatnám is azt, hogy amúgy csak hallgatom. És ehhez pedig nekünk szerintem itthon nagyon-nagyon nehéz felzárkózni, míg most már nem tudom, Amerikában pár száz dollárból megveszel többé-kevésbé jó mikrofonokat és mondjuk egy-két kamerát. És a legnagyobb bullshitről is beszélhetsz, és kilőheted a világhálóra, azért nekünk még elképesztően nagy anyagi megterhelést jelent az, hogy egy ilyen stúdiót felépítsünk, és hogy olyan felszerelésünk legyen, amiben
olyan minőségű tartalmat tudunk előállítani, amit egyébként a néző-hallgató automatice elvár. Tehát a nézők-hallgatóknak a többsége, ő nem méri fel azt, hogy mondjuk mennyibe kerülne egy kamerát megvenni, vagy egy jobb minőségű mikrofont, vagy stb. Nem baj, ha nem elég jó a kép, ha nem elég jó a hang, akkor tök mindegy, hogy miről szól, mert már nem lesz annyira jó. Értsem úgy, hogy akkor ez gyakorlatilag nektek egy ilyen késztetés is, hogy nehogy lemaradjunk. Tehát, hogy megvan a tendencia, azt követni kell, vagy így, vagy úgy. Ez viszont sokba kerül. Ki hogy oldja meg ezt a történetet? És elérkeztünk a piszkos anyagiakhoz. Én még szerettem volna egy gondolatot mondani azzal kapcsolatban, miért fontos a kép. Mert mi is gondolkoztunk Levivel, hogy pont ez a többletköltség, ez mennyit fog jelenteni, és hogy miért fontos. Én azt látom, főleg a hosszú tartalmaknál, tehát a mi tartalmaink olyan másfél órásak. Már önmagában is egy kérdés, van-e értelme manapság hosszú tartalomnak. És a válasz erről van. És a képnek is van értelme, annak ellenére, hogy másfél órán keresztül nagyon elszánt kell legyen valaki, hogy nézze. De a válasz erre az, hogy a podcastnek az íve, tehát egy másfél órás tartalomnak az íve, az folyamatosan változik. Vannak pillanatok, amik nagyon intenzívek, amikor érdekes, amiről beszélgetünk. Nyilván másfél órán keresztül nem lehet nagyon-nagyon érdekes az a beszélgetés, de kell egy fél óra, ameddig úgy megérkezel ahhoz a témához, amelyik igazán mély. És a podcast a saját életre kell utána, tehát kivágnak belőle részeket, 10 perces részek külön életre kelnek, 30 másodperces részek külön életre kelnek, azok viszont videótartalommal mennek tovább. És ez az egyik dolog, a másik pedig, hogy manapság az emberek, tehát olyan hosszú tartalomra visszatérve, én azt látom, hogy kevés az az ember, aki olvas, aki képes gyorsabban olvasni, mint például beszélni. A legtöbb ember, az emberek többsége az én meglátásom szerint inkább auditív, tehát hangos könyvet hallgat, és podcasteket hallgat. Ez egy új formája a tanulásnak. Én is így tanultam nagyon sok mindent, hogy miközben dolgoztam, valamit tettem, vettem, ment a fülembe egy podcast, és időnként szükség volt, hogy rápillantsak arra a képre. Amikor egy olyan pillanat volt, amikor úgy éreztem, hogy ez most ez valami, ami valamiért elkapott. És a hitelesség szempontjából fontos. Nekem például fontos volt örökké, hogy tudjam, hogy aki beszél, az hogy van felöltözve, hogyan néz a másik szemébe, hogyan áll a mikrofon előtt, mert valójában egy kép nélküli tartalomnál feltételezhetem azt, hogy egy hiteltelen, egy valaki, aki a szobájába ül, az alsónadrágjába, és úgy beszél, mint amilyen életet nem él. Tehát a hitelesség szempontjából fontos volt nekem, habár nyilván azt is meg lehet szervezni és rendezni. Tehát a kép még önmagában nem egy garancia, de minden esetre amiatt, mert vizuálisak vagyunk, úgy, ahogy mondta Anna, egy pillanat alatt le tudjuk ellenőrizni valami hitelese vagy hiteltelen. De Anna azt is mondta, hogy bármilyen bullshitről hallgat, ha jó a minőség, vagy hallgat beszélgetés, jó a minőség, akkor megragadja a figyelmét. Hát én azért nem hiszem, hogy a bullshitet sokat hallgatják, azért kell a tartalom minősége, de szerintem annak... Hát ismerünk párat. Szerinted a trash tartalmak nem mennek elég jól? Sőt, nagyon jól mennek. Esetben, igen. Az egy művészet jó trash tartalom. Tehát, hogy... Azt én. Említetted ezt a másfél órát. Feltételezem, hogy ez nem egy felmérésen alapuló standard. Mi a standard, illetve miért nem a témák válogatják meg, hogy miről mennyit beszéltek? Vagy ez így van? Vagy ragaszkodtok ahhoz, hogy... Van alapvetően egy kutatás, hogy egy ember mennyi ideig képes figyelni egy húzomba. Csak szólok a közönségnek is, hogy 28 perc múlva el fogunk veszteni benneteket. Tehát 28 perc, igyekezzetek. Általában 28 percet képes egy ember hosszú távon figyelni. Hát ez a hosszú távja. Tehát körülbelül ennyit képes figyelni egy húzomban. Én például, de ezt szerintem embere válogatja, tehát nyilvánvalóan ez egy kutatás, ami egy nagy halmazból van merítve, de én azt gondolom, hogy a téma nagyon sokat számít az, hogy nagyon sokat vet alatba abból a szempontból, hogy ha izgalmas az a téma, én például képes vagyok 3 órás podcasteket is végighallgatni ezért. Elkészíteni is? Akár. Még nem volt erre precedens, de nagyon szívesen. Tehát, hogyha van benne, érzem, hogy még volna benne, akkor igen. Erre van egy közkedvelt podcaster, akit én nagyon-nagyon szeretek, Simonyi Balázsnak hívják, egyébként sporttal foglalkozó podcasteket készít, és ő ilyen 4-5 órás mély interjúkat készít, amikor így összeül tehát a vendégével, és akkor nagyon hosszú podcastekből vág egy ilyen 2-3 órás podcastet, és rendkívül izgalmasak. Tehát, hogy igazából, hogyha megfog a téma, szerintem tök mindegy, hogy mennyi idő.
Egy ilyen nagy volumenű anyag esetében működik az, hogy feldaraboljátok te első-második részt, tehát fent lehet tartani az érdeklődést? Vissza lehet hívni az illetőt, aki az első részt meghallgatta? Vagy ez nem működik? Működik, hogyha annyira érdekes a téma, és szereti a hallgató vagy néző. Nálam például volt a tavalyi évben erdélyi zenék megjelenések, és az volt az első videós, tehát visszatérve a videóra, én is csak hanggal indítottam a színpadon podcastet, mert beszélgetésről szól, de rájöttem, hogy sajnos annyira képi világban élünk, hogy muszáj, tehát muszáj errefele menni. És ott két részre volt pont így darabolva, mivel sok megjelenés volt, és sok részlet volt a zenékből, videóklipekből bevágva, és visszajöttek az emberek azért a második epizódra. Kérdés, hogy mekkora az a téma, és tényleg mennyire izgalmas, és mennyire szükséges az, hogy feldarabolni, hanem mehet ez a két órás, három órás, mert tényleg működnek a mai világban ezek a három órás podcast adások is. Nálunk azért nem mindig hallgatnak meg ilyen hosszút, az elég réteg közönség, de vannak, és az elég értékes közönség szerintem, aki végighallgatja. De ezek az egy órás, másfél órások működnek, tehát már ez is a mai világban elég hosszú, meg sokszor van az, hogy megállítják, később visszatérnek rá, úgyhogy inkább még ez az egy óra, másfél órás egyben működik. Ezzel kapcsolatosan követtem el már ilyen jellegű bakit. Egy nagyon jó Jolly Jokerrel készítettem interjút Bagosi Norbival, és egy picit, hát nyilvánvalóan kattintás megfontolásból ketté vágtam a műsort, ami egy alig másfél óra volt, és 45 percesekre vágtam a műsort, és meg is kaptam nagyon gyorsan, hogy ezt minek kellett. Igen, hát még azt tenném hozzá, hogy most nem tudom, pont két hete került ki az egyik leghosszabb podcast, amit valaha láttam, ez nem tudom, figyeltétek el, Lex Friedmannek a podcastja 8 órás egyhuzamba. Az persze az első Elon Musk volt, akivel beszélgetett, és utána a Neuralinknek a különböző vezetőivel ült le, és ezeket meghallgatják az emberek. Ha most megnézitek, több millióan hallgatták meg, most nyitották meg, de sokan, nagyon sokan szerintem milliónyian meghallgatják ezt. És persze nem úgy, hogy reggeltől estig hallgatják, hanem apró időszakokban. Tehát olyanná vált az időnk, az időbeosztásunk, mint amikor a tésztát úgy vágjuk a formával. És van egy csomó olyan idő, ami megmarad, az a maradék tészta, amit újra szoktunk gyúrni. Ez az, amikor elmegyünk dolgozni, és az autóba töltött idő, vagy a mosogatás közben töltött idő, vagy olyan idő, ami nem produktív. Sokszor hallgatással, vagy ilyen podcast hallgatással töltöm én is, de azt hiszem, hogy sokan. Tehát ilyen apró kicsi részletekben hallgatják meg. Ha igazán minőségi és értékes az, amit hallgatnak, egy tudományos, vagy egy szórakoztató, vagy akármilyen számunkra értékes, akkor az emberek megkapják rá az időt. Pláne amióta van Bluetooth 5.0-es vagy 5.1-es, gyakorlatilag ez volt az a verzió, amikor, hogyha megnyomtuk a fülünkbe a gombot, akkor megállt a Spotify vagy a YouTube. Ez már önmagában megengedte számomra azt, hogy a gyermekeim, hogyha futnak felém, akkor megnyomom gyorsan, és már tudok rájuk figyelni. Míg addig mindig az volt, hogy kellett kapjam a fülemből, hogy na most akkor rájuk is figyeljek, ez nagyon zavaró volt. Attól kezdve hetente legalább 10 órát meg tudtam hallgatni. Podcast, bocsánat. Csak annyit fűztem volna még hozzá, hogy nekem nagyon sok meghívottam mondta azt, hogy azért tetszik neki, és jó ez a műfaj, mert ugye itt én alakítom az időtartamot. Mert nagyon sok esetben őket tévébe, rádióba hívják meg, ahol nem tudom, van 5-10 percük legjobb esetben, és hogy nincs lehetőségük arra, hogy valóban kimerítsék azt a témát, amiről beszélnek. És hát nem tudnak lemenni annak a témának az adott komplexitásába. Úgyhogy mint ilyen az, amikor bevállaljuk azt, hogy másfél, két, három, hat, nyolc, tíz órás anyagot gyártunk, azzal szerintem az is fontos, hogy közben edukáljuk az embereket arra, hogyha a világnak a komplexebb dolgait szeretnéd megérteni, és felfogtad, hogy a világ nem kétbites üzenetekről szól, és nem ez magyarázza meg őket, akkor már pedig végig kell hallgatni, csak hogy oda kell a tudatos tartalomfogyasztói attitűd. Műfajilag nagyon-nagyon sok válfaja van a podcastnek, többször is elhangzott már, hogy tanítás. Saját meglátásotokban ti melyik szegmenst használjátok, és miért pont abban próbáltok valamit adni? Mármint itt a tematikára gondolsz? Vagy... Pontosan, tehát miért pont azokkal a témákkal, miért pont abban a szegmensben dolgoztok? Van, aki szórakoztatni akar, van, aki tanítani akar, van, aki tudást akar átadni, van, aki csak a trash-sel foglalkozna, mert hogy abban érzi otthon magát akár. Több miközöd egyszerűen azért lett, mert
senki más nem foglalkozott közéleti és politikai témákkal a hagyományos sajton kívül, és én úgy gondoltam, hogy én akkor most ezzel szeretnék foglalkozni. Ez egy szerencsés helyzet? Amúgy igen, mert nyilván ez egy piaci rés, hogyha ilyen nagyon üzleti szempontból nézzük a dolgot, de hogy nyilván könnyebb így elérni emberekhez, hogy jelenleg én vagyok az egyedüli, aki ezzel így foglalkozik ilyen formátumban. Az enyém egy picit odaeresztethető vissza, hogy hát ugye az egyik és legfontosabb talán, hogy mellette van egy szakma, amiből megéltem az elmúlt 10 évben, és ez azért nekem elég nagy ajándék, mert így ezt a témát jelenleg úgy foghatom fel, hogy igazából játszadozhatok vele. Ez az őszinteség is. És ebből kifolyólag meg a saját témáimat, meg a saját érdeklődési köreimet hozhatom be első körbe, ami egy picit talán sokszor azért bánt engem, mert külsőre kicsit komolytalanná teheti, hogy ó, hát mi ez, hogy te nem ezzel foglalkozol, akkor meg miért csinálod, vagy egyáltalán mindig egy nagy kérdés bennem, hogy ettől hiteles tud-e maradni a tartalom. De közben meg azért szeretem nagyon, mert azokat a témákat tényleg behozhatom, amikkel találkozom. És onnan is jött nekem ez az egész téma, hogy a rengeteg fotózás, meg a nagyon sok cég meglátogatás, meg a nagyon sok emberrel való ismerkedés során olyan emberekkel találkoztam, akik egyszerűen nem jöttek fel a felszínre. És mindig azt éreztem, hogy ezeket hallani kellene másoknak is. És akkor egy idő után elkezdtem ezeket a neveket írni, mert tudtam, hogy ezt el szeretném majd indítani, ezt a csatornát. És akkor most elég egyszerű az a helyzet, hogy előveszem a listát, is van rajta mondjuk 50 név, és akkor onnan szemezgetek. De nyilván ezt én is azt gondolom, hogy ahogy telik az idő, és egyre nagyobb szeletet fog kiszakítani az életemből ez a téma, és szeretném is, hogy egyre nagyobb torta szelet legyen az összképből, így nyilván egyre jobban azért ezt le kell specifikálni, és egy adott téma mentén egyre komolyabban elindulni, menni tovább. Ide csatlakozok én is, hogy ugyanebből a megfontolásból indítottam én magam is, mert ugye Gyergyó egy ilyen mostoha gyermek Erdélynek, és tehát ugye az egy ilyen szar kisváros, ahol szarok az utak, meg úgy uncsi emberek élnek, meg bár igaz, hogy van színháza, igaz, hogy van fasz a hoki csapata, és onnan van a Bagosi Brothers és a 4S Street, és még sok minden más olyan dolgot adott Erdélynek, amire mégse lehet azt mondani, hogy egy szar kisváros. Nekem is az volt az alapvető célom, amikor elindítottam a podcastet, hogy egy csomó olyan emberrel találkoztam Gyergyóban, akik, és itt csatolok vissza oda, hogy ugye egy rádió műsorban vagy egy tévés műsorban az a 10-15 perc nem elég arra, hogy ő az élet filozófiájáról beszéljen. És ezekkel az emberekkel találkoztam, ahol azt éreztem, hogy itt annyi mindent tudna még mondani, ami... Ha lehet, ha hallgatónak nem is annyira érdekes, de számomra nagyon érdekes lenne. És én például így találtam rá akkoriban, és ide most olyan egy közös, szinte közös pontunk Bányász Jóskára, aki a tejbányának a feje. És tehát például ott egy olyan izgalmas dologgal találkoztam, egy olyan embernek, egy olyan paraszt filozófiával találkoztam, amit én nagyon sajnálnék, hogyha kihagytam volna, és nem készült belőle podcast. Mondjuk Bányász Jóska, ő bőrlégzéssel kommunikál, tehát ő nem is vesz levegőt, tehát gyakorlatilag vele nagyon könnyű. Ez egyébként ez a felvetés, ez fordítva is igaz. Volt már olyan ember, akit nagyon érdekesnek találtatok. Úgy éreztétek, hogy van mondani valója. És akkor elindult a felvétel, és rá kellett jönnötök valahol, hogy ez nagyon gáz. Tehát vagy nem tud megnyílni, vagy nem akar beszélni, vagy nincs jó hangulatában, vagy hogy nem halad a történet előre. Ez előfordul, igen. Elég sokszor van olyan, hogy elindul a felvétel, és a harmadik gondolat után így rájössz, hogy így, hát lehet, hogy nem bele akartam podcastet készíteni, de szerintem vagy nem tudom, tehát én azt gondolom, hogy mindenkinél volt legalább két olyan mondat, ami megmarad, és nem tudom, valahova el tudott tenni. Mert igazából én azt gondolom, hogy ezekben a fajta, legalábbis azokban a fajta podcastekben, amiket én csinálok, hogyha van egy-gondolat, ami zsebrevágható, az nekem már pont elég. De a kérdésedre válaszolva van ilyen is, igen. Feltételezem, hogy a meghívott alanyok részéről ez egy természetes elvárás, hogy na, mikor megy ki? Hol van? És akkor mi van ilyenkor, amikor rá kell jönni, hogy hát... Jön, érkezik, csak hogy ez nem föltétlenül piacos. Nyilván benne van a pakliban, jól sikerül, rosszul sikerül, vagy a csúcsok csúcsa. Ezzel számolni kell. De hogy elvárja az alany, hogy jó, hát ha már ott voltam, és rá
pazaroltam akár ezt a 5 órát, akkor jelenjen meg velem. Nem hiszem azt, hogy most butaság lenne kijelentsem azt, hogy amit elkészítek, az mindig ki is fog menni, mert lehet, hogy lesznek ilyenek, eddig mindig így volt. Nyilván vannak olyan epizódok, amiket mi valamilyen indítatásból gyengébbnek érzünk, de aztán meg a számok sokszor nem ezt igazolják, ez az egyik legfontosabb. Nekem is voltak olyan személyek, akikből úgy éreztem, hogy mikor egy magánbeszélgetésbe vettem részt vele, akkor sokkal színesebb, sokkal érdekesebb dolgokra eljutottunk ketten. Az epizódban meg egyáltalán nem. De ezt én valahogy eddig két nagy eset volt erre, és most így ketten lettünk műsorvezetők. Akkor mindig az volt, hogy a saját gyengeségemnek éreztem azt, hogy én nem tudtam kihozni belőle többet. De úgy, ahogy az előttem... Azt előttem is említették, ki lehet hozni jó gondolatot szinte mindenkiből, és egyébként Szabi, ellopom a te gondolatodat, amit te tanítottál meg nekem, hogy mindenkiből ki lehet hozni nagyon sok mindent, és pont ez a nagy erőssége a podcasteknek, hogy lehet, ha 10 perc alatt nem tudsz mindenkiből kihozni, vagy nem tudod kihozni azt belőle, amit szeretnél, vagy amire akartok jutni, de azért másfél órában azért mindenki megnyílik, illetve fordított esetben is ez igaz. Volt egy ilyen beszélgetésünk is, meg egy ilyen posztom is nemrég ebbe, hogy egyébként politikai témába is azért, hogyha valaki egy másfél órás beszélgetést folytat egy olyan személlyel, akik máskor betanult módon nyomják és tolják le azokat a 10 perceket, amivel megszórják fél Európát, azért másfél órába ott azért úgy ki lehet szedni sok mindent belőlük, hogyha elég ügyes a műsorvezető. És ez akkor fordítva is elsülhet, mikor azt érzed, hogy kényelmetlen helyzetbe hoztad az alanyt, és folyamatosan zárkózik vissza. Hát, na mi van ilyenkor? Ezek is izgalmasak tudnak lenni, de... De ez mindenképpen a műsorvezetőnek a kihívása, hogy a saját alanyát olyan... Igazából megteremtse azt a biztonságos közeget, amiben az illető beszélni tud, viszont amit én megfigyeltem, az az, hogy nálunk nagyon sok embernek, főleg most olyanokról beszélek, akik nem tudom, nem jelennek meg hetente tévében vagy rádióban, ez a public speaking, az, hogy ő kiül, és adott esetben tényleg mikrofonba kell beszéljen, kamera előtt, stb. Ez megterhelő, ez gyakorolni kell, ez nem jön mindenkinek magától, úgyhogy ilyen szempontból is hát érdemes igen odafigyelni, de előfordul, hogy az ember rájön időközben, hogy hát ez nem pont. Meg a másik az, hogy teljesen más egy személyes beszélgetés, kamerák és mikrofonok nélkül, mert amikor mikrofon van a kezemben, akkor azért érzem a súlyát annak, hogy mások hallgatnak. Úgy fogalmaztál, hogy nálunk mindannyian stábbal dolgoztok? Tehát ez egy több emberes történet? Nem. Bővebben? Nálam most készül. Nagyon nem. Nagyon nem. Én tiszta egyedül csinálom a felvétel, műsorszerkesztés, műsorvágás, hangfelvétel, mindenféle. Most van egy operatőr is, és most készül egy stáb, pont ezért a videós oldala miatt. Megterhelő, igen, tehát sok időt és energiát vesz igénybe, de a Covid erre jó idő volt, hogy egy csomó mindent kifejlesszen magába az ember, meg hogy új készségeket tanuljunk. Úgyhogy majdnem. Isten igazából, én alapvetően egyedül dolgozom, és meg is untam egy picit magam. Emiatt egy adott ponton feladtam ezt az interjú készítést, és rájöttem, hogy akár rovatokat is lehetne készíteni a podcastnek, amihez meg kell estem olyan embereket, akivel szépen gyergyóban úgy mondják, hogy talál a szó. És elkezdtünk, tehát hogy alapvetően a technikai részét még mindig egyedül végzem, tehát a vágást, most már a kamerázást, tehát mindent egyedül végzek. Nyilvánvalóan tudom, hogy ez rányomja a minőségre a pecsétjét, mivel hogy hát... Ide időt kell fordítani azért, és nem keveset. Tehát itt az elején beszéltünk arról, hogy mennyibe kerül egy ilyet csinálni. Hát szerintem vannak fotósok közöttünk, tudják, hogy az is drága dolog. Tehát alapvetően nem is azt gondolom, hogy a pénz itt a legmeghatározóbb, hanem az idő. Az, hogy még amellett, hogy az ember dolgozik, amellett még közben gyártson tartalmat, hogy nem nagyon szeretem ezt, hogy tartalmat gyártás, de hogy tartalmat is gyártson. Azt gondolom, hogy
nyilvánvalóan nagyon jó lenne az, hogyha ezek a podcastek köré nagy stábok szerveződnének, mert akkor biztos vagyok benne, hogy minőségileg sokkal magasabb szintet lehetne megütni, de nem, alapvetően még egyelőre sajnos együtt dolgozom, de innen is üdvözlöm azokat az operatőröket, vágókat, akik szívesen dolgoznának velem. Úgy fogalmaztál korábban, hogy az a célod, hogy minél nagyobb szeletet kiragadni magadnak ebből, és minél több időt tölteni ezzel. Feltételezem, de ha nem így van, nyugodtan kövezzetek meg, hogy nem ebből éltek még. De hogy mindenkinek az lenne a végső célja, hogy ez egy jó kis vállalkozás legyen. Én nem tudok amellettel menni, hogy elmondjuk mi a legalábbis Szabi és az én részemet, hogy azért nekünk egy picit a szekér megelőzte a lóakat olyan téren, hogy mi azért minőségileg és felszerelésileg sikerült feltegyük az elején a szintet. Most nyilván nem a legprofesszionálisabb ez sem, mert ebbe a témába is, mint minden másba határa csillagos ég, de hogy nekünk van egy médiaműhely nevezetű kezdeményezésünk, ahol egyébként a médiaműhely több lábon fog megélni, többek között abból is, hogy hasonlóakat, mint mi, be fogunk hívni, illetve bejöhetnek és saját műsorokat is készíthetnek. Szóval van egy ilyen műhely a háttérben, illetve ugye ketten a médiaműhelyben szakmából is jövünk, tehát adott volt már az nekünk, hogy míg nem volt pályázati és támogatási forrásból saját felszerelése a műhelyünknek, addig a saját felszereléseinket be tudtuk dobni, amivel azelőtt mi 10 évig megéltünk, és mondhatni, az is egy jó minőségű felszerelésnek adott otthont, és ez nekünk elég nagyot adott hozzá a mi munkáinknak. Most már ott tartunk, hogy mi kell felnőjünk ehhez a minőséghez mindenféle szempontból, legalábbis én. Bocs, hogy mi is volt a kérdésed, hogy ja igen, hogy mennyire akarunk megélni belőle. Hát ugye, meg hogy mekkora szeletet szorít ki ez az életünkből. Én nem gondolom azt, hogy a fotózást a 100%-ba el akarom engedni, és csak a podcast készítés és a tartalomgyártás kellene átvegye az én életembe teljesen a szerepet, mert sose voltam ilyen személy, aki valamivel foglalkozott, mindig volt a fotózás mellett egyéb is. Ezt is egy olyan dolognak tartom, hogy a százalékok biztos, hogy fognak változni, de igen, szeretném, hogy egyre nagyobb százalék legyen ez mindenféle szempontból, de arról is beszélgethetünk, és nagyon sokat tudnánk szerintem beszélni, hogy ez milyen formában lehet pénzé tenni ezeket a tartalmakat. Ez egy nagyon-nagyon nehéz, és ismét egy ilyen lemaradott dolog itt a környékünkön, kezdve attól, hogy mennyire tudatosak a nézőink, onnan folytatva, hogy még nyugaton vagy északon azért már tudják az emberek azt, hogy bedobhatnak X mennyiségű pénzt azért, hogy tartalmat kapjanak itt felénk, azért ez nem működik, mert ingyen kellene. Szóval ez egy új szelence, amit itt kinyitottam. És ez is lett volna a következő kérdés, ha már te a reklám kapuját megnyitottad, használjátok-e a Patreont? És működik-e? És hozza-e a krajcárokat? Igen. Bővebben. Nagyon igen, mert akkor nem, ez jó. Nem nagyon igen, mert akkor nem lenne még másik két munkahelyem. De hogy, igen, használjuk a Patreont, mert noha igen, lehetnének adott esetben akár lehetőségek arra, hogy bizonyos szervezetektől, vagy nyilván az nőni kell nagyot, hogy reklám szintjén bejöjjön az a támogatás. De nekünk az a célunk, hogy a mi közödet közösségi finanszírozásból tartsuk fent, tehát egy közélettel és politikával foglalkozó tartalom akkor tud hiteles maradni, hogyha nincsen semmilyen politikai vagy gazdasági bárhova bekötve, mert akkor tudunk tényleg többé-kevésbé is igyekszünk függetlenek maradni. Úgyhogy igen, működik a Patreonunk, nekünk jelenleg azt hiszem pont ma lett meg az 50. patronálunk. És ugye ez mondjuk el nagyon röviden, tehát ez egy előfizetés X összeggel. Ez egy előfizetési rendszer, igen, ott a tartalomgyártó határozza meg, hogy milyen összegű opciók közül választhat a támogatni kívánó személy, és akkor ő ezt havonta nem is kell befizesse, mert a rendszer automatikusan levonja a kártyájáról, és akkor nyilván a Patreon megtart ebből valamennyit magának, és a következő felület, ami aztán átutalja. De hogy ebből még így ilyen formában nem lehet megélni, tehát hogy én ezért készítek tartalmat az UH.ro-nak, az Átlátszó Erdélynek, és van egy Kommunitász alkotói ösztöndíjam, és ezeknek az tömkelege segít engem jelenleg abban, hogy most csak is kizárólag ezzel tudok foglalkozni. Lehet egyébként az előfizetéseket csomagban árulni, vagy ez meg lehet?
Lehet, hát gyakorlatilag te adod meg, hogy milyen csomagba szeretnél. Csak nyilvánvalóan mindig ennek van egy... Igen, ez a Patreon, ez számomra is mindig egy ilyen kérdéses dolog volt, hogy lehet ebből élni. Én elindítottam, de nem, nálam ez nem nagyon működik. Nyilván tudom azt, hogy én elég réteg podcast is vagyok ebből a szempontból. Inkább még Gyergyónak szólok, legfőképpen. Bár ez interneten elég furcsa azt mondani, hogy inkább Gyergyónak szólsz, de igen. Lehet, hogy csomagokat összerakni. Nyilván ebben a Patreon dologban megvan, nem tudom, ti ezt hogy látjátok, de hogy akkor nyilvánvalóan annak, aki előfizet, annak egy plusz tartalmat kell gyártani. Tehát gyakorlatilag azzal, hogy neked előfizetnek, csinálod, amit szeretnél, és gyártasz még egy plusz tartalmat annak a patronálónak is. Nem tudom, Anna, nálad hát ez hogy van. Vagy nem, mert azt mondod, hogy erre most, tehát hogy nálunk konkrétan erre most nem lenne kapacitás, vagy még eddig nem volt kapacitás, hogy én nem tudom, milyen plusz tartalmat gyártsunk. Az egyedüli plusz, amit tudtunk csinálni, az igazából az volt, hogy nálunk a podcastek, az interjúk, azok igazából Zoom-on készülnek, mert ugye nekünk nincsen stúdiónk, és akkor annak ugye a felvétele, abból van egy videós verzió is, és akkor a videós verziót feltöltjük a Patreonra, hogyha valaki tényleg szeretné nézni, akkor noha nem túl jó a képminőség, meg nyilván két kockában látod, meg fura, meg ott nyilván vágásból egy picit a vágónk az megpróbálja nézhetőbbé tenni, de hát nem ugyanaz a minőség. De hogy ezen fölül nincs, nem tudunk ennél több plusz tartalmat, és hogy mi ezt kommunikáljuk is folyamatosan kifele, hogy ha jelenleg támogatsz, akkor igazából azt támogatod, hogy mi ezt továbbra tudjuk csinálni, mert nincs ahhoz még plusz, nem tudom hány ember, hogy én ezt azt a kiskaput használtam ki, hogy nagyon hosszú ideig ugye azt a kritikát kaptam, hogy nincsen képi tartalom hozzá, ezért kitaláltam, hogy lehallgatni lehet engem, de Patreonon nézni is. Egyébként nagyon kedvesen elmondtad, hogy meg lett az 50. támogató. Mennyire beszéltek szívesen a számokról, az adatokról? Az adatok látszanak alapvetően. Jó, de hát a YouTube-nak van egy olyan része, ami nyilván az adminból látszik csak. Pont az előbb beszéltük még a beszélgetés előtt, tehát mondjuk valaki a YouTube-on rámegy egy adásra, és azt látja, hogy megnézték 500-an, 1000-en, 2000-en. Ahhoz képest pont azt beszéltük, hogy ehhez képest kb. 20%-a az, aki végig is nézi. Tehát ez csak kattintást jelent. Tehát félrevezető vagyok, amikor egy podcastem alatt 54-en néznek, már igazából az csak 6 ember látta. Van egy olyan téves elmélet ugye az emberekben, ez nem tudom, hogy csak környékünkön alakult-e ki, vagy az egész világon, hogy a megtekintés után van mindenkinek pénze igazából a tartalomgyártásból, és mondjuk a YouTube fizet megtekintés után, stb. Úgy ezek tévhitek, mert nem így van, vagy nem ennyire tiszta a dolog, de azt azért mindenféle támogatási rendszerbe szépen le lehet vonni a következtetést, hogy úgyis a számok fogják hozni mindenféle monetizálásnak az eredményét, mert ha valamikit követnek mondjuk 10 millió ember, akkor annak úgyis egy x%-a ugrik be Patreonon is, annak egy x%-ából lehet mindenféle, nem tudom, reklámok utáni költségeket behozni, és a szponzorok is, ha lesz ilyen valakinek, akkor azok alapján fognak beszélni egyáltalán veled. Szóval igen, most beszélhetünk a számokról. Én számomra szerintem nincsen titok az enyémnél, hogy mi a helyzet. Szépen látszik az igen egyébként, hogy hány százaléka nézi végig. Biztos, hogy ez tartalomtól is függ, de olyan érdekes volt az előbb az asztalnál levonni a következtetés, hogy egyébként mindenkinek nagyjából ilyen 16 és 20% között van ez a szám, hogy mennyire mennek végig. Most én ezekről a másfél órás tartalmakról tudok beszélgetni. Ugye nagyon sok leesik az elején, de ugye sok függ attól is tényleg, hogy mennyire kapja azt fel egyáltalán az algoritmus. És ez is szépen látszik, hogy kik jönnek külsősként, akik direkt rákeresnek, vagy akik megosztásokba jönnek, és kik azok, akik onnan jönnek, hogy simán felépnek a YouTube-ra, és meglátják a te videódat külsősként. No, tehát akkor... Alapvetően csak ezt akartam mondani, tehát alapvetően én azt gondolom, egyik podcastnél sem titok a szám, tehát hogy... Ha valaki nagyon utána akar nézni, akkor nagyon utána is. Tehát nem titok arról beszélni, hogy mi történik egy podcast csatornán. Csak két mondatig akartam visszatérni, akkor keresünk operatőrt Vágott Gábornak. Azoknak mondom, akik itt ülnek. Illetve hát patronálni az egészüket lehet. És aki kibírja a Gyergyót nyilván. Hát végül is a nyersanyagot bárhol fel lehet dolgozni. Igen, de én jobban szeretek személyesen dolgozni. Megértettem. Mi a helyzet a feedbackekkel? Tehát az, hogy mindenik videó alatt lehet kommentálni jót, rosszat,
E fölött van még visszajelzés, visszacsatolás a nézők, hallgatók részéről? Nálam az a tapasztalat, hogy leginkább az ilyen zenei témában történő beszélgetések, amik nálam vannak, inkább koncerten oda jönnek az ismeretlen emberek, és ilyen személyes visszajelzés. De ugyanígy más zenészektől, más hallgatóktól, ez ami a legjobban működik. Nálam én úgy veszem észre, hogy itt még picit nehezebben állnak bele kommentelgetni social médián, nincs meg az a vitakultúra, nincs meg az, hogy kicsi kritikát fogalmazzunk meg. Vitakultúra. Úgyhogy ez nehezebben működik egy picit. Ami viszont nagyon érdekes, én elkezdtem románul feliratozni, mivel a zeneiparban nagyon sok román kollega van, és zenész, meg egy csomó érdeklődő, és nagyon nagy a különbség a román és az erdélyi magyar közönség között. Tehát a románok azok sokkal jobban kommentálták, sokkal jobban osztották, sokkal több reakció volt, tehát ég és föl volt, azt kell mondjam. Még kell ezen dolgozni, és sokat kell nyomni a gombot, hogy vállalják fel a véleményeiket az emberek. Magyarországiak is még könnyebben hozzászólnak, visszajeleznek. Leginkább ez a személyes visszajelzés működik a legjobban. Van itt egy nagyon-nagyon fontos szegmens ebben a dologban. Tehát nekünk, és most őszinte leszek, nem alapvetően az a fontos, hogy folyton visszajelzi. Tehát, hogy jó, válaszuk ketté a dolgot. A komment, a megosztás nem az csak azért fontos, mert tetszett vagy nem tetszett. Tehát, hogy nagyon fontos dolog az, hogy át kell verni valahol azt az algoritmust, ami valahol ellenünk dolgozik. Ami azt jelenti, hogy azzal, hogyha valaki komment, azt írja, hogy ez a műsor fasza volt. Tehát ez is elég. De, vagy azt mondja, hogy dögöljetek meg, tök mindegy. Az is pörgeti, az is átveri az algoritmust. Tehát nekünk nem csak azért van szükségünk, már bocsánat, de tudom, hogy mindenki ennyi súlykolja, hogy iratkozz fel, meg kommentem. Tehát nyilván nem azért súlykoljuk ezeket a dolgokat, mert most nagyon nagyképűen fog hangzani, bocsánat, nagyon nagyképű leszek, bocsánatot kérek, mert azért annyira kurva kíváncsi vagyok, hogy ki mit gondol arról, hogy én most az. Tehát, hogy nyilvánvalóan én, hála Istennek, vagy remélem, hogy rendelkezek akkora önkritikával, tudom, hogy mi szar, amit csináltam, és mi nem szar, amit csináltam, de az, hogyha valaki odaírja alája, hogy menjetek a csába, az nekünk jó. Tehát, hogy pörgeti azt az algoritmust, ami miatt azt mondja, hogy egy csomó ember érdeklődik e felől. De úgy is, hogyha közben megjön a dislike-ot? Igen. Az is pörgeti? A YouTube-on már nem érdekli a YouTube-ot alapvetően. Egyébként erre akartam. A dislike. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy egy videó mennyit dislike. Úgy se látszik. És alapvetően nem... Tehát én, nekem a YouTube algoritmusa rengeteg dislike-os videót dob fel. Csak nem tudom, hogy miért, de valamiért rákattantam erre. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a legnagyobb patronusa a hallgatóságnak, azon túl nyilván, hogyha szereti támogatni ezt a fajta műfajt, vagy szereti azt a fajta podcastet támogatni, amit ő szívesen hallgat, a legnagyobb támogatás azt gondolom az, hogyha ha folyton átveri az algoritmust. Azzal, hogy megosztja, hozzászól, nem baj, ha hülyeség, az se baj, ha hülyeséget ír, vagy csak azért írta oda, hogy pörgessen. De azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. De cáfoljatok meg, ha nem így van. Nem, ez így van, abszolút. Tehát az algoritmus az attól pörög, hogyha mennek az interakciók, tehát ez abszolút benne van. De valahol szerintem nagyon fontos az is, hogyha valaki azt megfogalmazza, hogy ez egy szar, fogalmazza meg, hogy miért szar, hogy tudjam... Nyilván ez a cizelláltabb változat, amiről én beszélek, de igen. Hogy tudjam, hogy mi az, ami számára jobban fogyasztható, ami értékesebb információ, arrafele formálni a tartalmat, olyan témákat válogatni. Mert hiába azt gondolom, hogy nagyon vagány és nagyon jó az, hogy én csinálom, hogyha az a közönség, vagy a nagyobb közönség másképp fogyassza, másképp engedi be magába. Tehát ilyen szinten... Tehát én nem azt szoktam mondani, hogy olyan visszajelzések jönnek, hogy jaj, de jó, meg nem tudom. Jöjjön őszinte visszajelzés, hogy mondják el, hogy mi az, ami rossz, mi az, ami tetszik, mi az, ami nem tetszik. Hogy akkor tényleg a hallgatóknak is próbáljuk meg az ő
befogadásukhoz képest formálni ugyanazt az üzenetet, amit megfogalmazunk. Bocsánat, én nem akartam bunkónak tűnni, tehát hogy nyilván nem az a célom, nem az volt a célom, hogy most azt mondjam, hogy leszarom, hogy mit, tehát nyilván szeretem, hogyha visszajeleznek, nyilván annak örülünk a legjobban, azt mondják, hogy patent, amit csináltok, és szuper, amit csináltok, tehát semmi bajom nincs a kritikával, sőt, még a rossz indulatú kritikával sincsen semmiféle problémám, csak hogy alapvetően nem azért súlykolják maguk a tartalomgyártók azt, hogy kommentelj, vagy oszd meg, mert hanem azért, mert akkor az algoritmus egy picit lépteti a munkádat. Javítsatok ki a tévedek, de ugye, hogyha a YouTube-on osszátok meg a tartalmat, annak alapvető feltétel, hogy valaki hozzáférjen véleményt nyilvánítani, hogyha bejelentkezve teszi meg. Én meg azt látom, hogy az én ismeretségi körömben nagyon sokan ezzel nem is törődnek. Tehát egyszerűen csak YouTube fogyasztók, pont. Ez fontos lenne, hogy tudatosan ezzel is segítve a munkátokat bejelentkezzenek az emberek a YouTube-ba felhasználóként, és akkor egyszerűbben tudnának hozzászólni az anyagokhoz, kommentelni. Mert gondolom, hogy ha ez jelen esetben így van, akkor kell további csatornákat bekötni oda, hogy minél több helyre eljusson az anyag, ahol tényleg visszacsatolás érkezik, anélkül, hogy az ember be kéne legyen jelentkezve. Volt egy konkrét példám erre, amit nagyon-nagyon meglepődtem, hogy egy számomra... Tehát egy olyan személy, vagy egy olyan valaki volt, akiről azt gondoltam, hogy a munkájából és az életéből kifolyólag egy olyan előítéletem volt, hogy valószínű, hogy ő neki nem kell elmagyarázni azt, hogy mit jelent feliratkozni. És amikor konkrétan megkérdeztem tőle a mesét, hogy láttam egy epizódot, és milyen vagány, és mondtam, hogy hát de azután kijött még 3-4, hogy esetleg azzal is mi a véleményed. Mert egyébként gyors zárójel, hogy tényleg rengeteg ilyen magánbeszélgetés van, még ha kommentben nem is írják oda. És azt mondta, hogy hát ő nem látta, ő nem érti, ő nem tudja. De mondtam neki, hogy hát jó, de akkor a feliratkozó könnyebben megjelenik a homepage-eden, stb. És ideadta a telefonját, és nem volt YouTube felhasználója. Tehát, hogy nemhogy nem volt beregisztrálva, vagy nem volt belépve, hanem meg kellett mutassam neki, de figyelj, ez egyszerű Google-le vagy Facebook akonttal beléphetsz, stb. Na most, ugye, hogy lemaradtunk-e vagy sem, nyilván nem akarok én ilyen következtetést levonni, hogy ki milyen térség és milyen szinten áll ebbe a fogyasztásba is, vagy sem. Én azt gondolom, mint az előző mondataimnál, hogy a kommentek is egy bizonyos százalékban jönnek. Ha van 1000 néző, akkor van alatta 3-4 komment. Ha van 100 000 néző, akkor van alatta 700 komment. Szerintem én abban hiszek legalábbis, hogy bár én is mindig elmondom, hogy fontos, hogy feliratkozzanak, hogy szóljanak hozzá, de azért titkon vágyom arra, hogy egy olyan visszajelzés jön, amit beépíthetünk, de azért én abba hiszek, és a nagy számokkal rendelkező csatornáktól azt meg lehetett tanulni, hogy a hosszas, folyamatos és rendszeresen előállított tartalomnak lesz hosszan, organikusan látható eredménye. Nagyon sok eredmény és nagyon sok szám azt mutatta az elmúlt 10 évből, hogy ha te meghívtál egy Azariát és készítettél vele egy műsort, akkor annak kimagaslóan százszorosa vagy ezerszerese lett a nézettsége annak a műsornak, mint amennyit a csatornád hoz, de semmit nem ért, mert azt a műsort azért nézték meg, mert Azariára voltak kíváncsiak, és nem a te csatornádra, és nem a te fejedre, hanem úgy hozott te be a nézőket és feliratkozókat, hogy 10 éven keresztül te hozod a te stílusodat, a te témádat, a te műsoraidat, és azok, akik feliratkoznak, mert nagyon sok és zárva a gondolatot, azok, akik bejönnek egy sztárra, egy celebre, egy Azariára, egy bármire, azoknak 80-90%-a el is fog menni, vagy többet nem is fog visszajelni a csatornádra. De biztos vagyok benne, hogy mindannyian vállaltátok akár azt a kompromisszumot, hogy akkor egy ilyen klikcsalogató emberrel beszélni. Lásd, Bagosi. Te egy is mondtad. Hát te. Erre tudok mondani egy nagyon jó példát. Pont ezt is a beszélgetés előtt pont mondtam, hogy Isten nyugtassa, Palotai meghalt, és én 2 évvel ezelőtt készítettem vele egy nagyon rossz interjút, nem miatta, miattam. És alapvetően nem volt hallgatottsága, vagy egy nézettsége, még ráadásul videós tartalom is volt, nem volt különösebb nézettsége, és onnantól kezdődően, hogy Palotai meghalt, egyszerűen ilyen 10000-esre ugrott a nézettség,
De semmi mást nem néztek, csak Palotait. Tehát szerintem abból a 10 000-ből megkérdezhetném, hogy hol látta ezt a videót, nem tudnám megmondani, hogy melyik csatornán, csak látott egy videót. És igen, tehát az, hogy a nevek, tehát hogy nyilvánvalóan a nevek nagyon jók arra, lehet, hogy a 10 000-ből 2 azt mondja, hogy ja, és itt még amúgy van egy Iron Mafia is. Ja, 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 hogy itt van még egy, nem tudom mi is. Lehet, hogy 2 ott marad, de elég csaló az, hogy mennyien nézik meg. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a podcastre akkor egyszer csak megérkezett egy csomó ember. Miben kötöttök kompromisszumot, és mi az, ami teljesen ki van zárva? Tehát, hogy foglalkozzatok egyáltalán a témával. Vagy kerültetek-e olyan helyzetbe, hogy kompromisszumot kellett kötni? De azt mindenképpen el tudom mondani a média műhely nevében is, hogy ahogy Anna is mondta, ez egy kizáró ok nálunk, hogyha valaki politikai szándékkal jön, és befolyás szeretne szerezni, tegyük fel akár a média műhely fölött, vagy pedig saját politikai céljára szeretné használni. Ez például egy blokker nálunk, és nálam. Gondolkoztam még, milyen esetekben nem hívnék meg valakit, vagy nem ülnék le vele beszélgetni. Most például eszembe jutott valaki, aki belekeveredett egy botrányba. És most nyilván nem lenne hiteles, hogyha nem kérdeznék rá. De hogyha ő nem szeretné, hogy róla beszéljek, akkor inkább nem ülök le vele beszélgetni. Mert én nem akarok egy ilyen, nem akarom őt kényelmetlen helyzetbe hozni, de úgy lesz hiteles, hogyha rákérdezek. Szóval nálam az is egy blokker, hogyha azt mondja, hogy pont arról, amiről én szeretnék beszélgetni, arról ő nem szeretne beszélgetni. Most ez a kettő jutott eszembe. Levi, neked jutott-e valami még? Nem tudom, ahhoz tudok csatlakozni, tehát hogyha most valamilyen, de nem teljesen mindegy, hogy ez egy politikai párt, tehát valaki azért fizetne, hogy én interjút készítsek, és nem az lenne a célja, hogy támogassa ezzel a podcastet, hanem csak azért, mert megjelenés az is, az valószínűleg nem érdekelne annyira. De bárcsak sok ilyen keresne, hogy támogatná a podcastet. Azért jó, hogy én itt ülök a szélén, mert közben látom a reakcióitokat, és Anna, neked volt. Pedig régóta gyakorolom ezt a pókerfészt. Még kell gyakorolni. Az arcizmot sem rándult, viszont a szemed az nagyon beszédes volt. Szóval, kompromisszum helyzetek. Én nagyon sokszor dilemmázok, és beszéltünk ezelőtt a kommentekről, meg a visszajelzésekről. Nekünk nagyon sokszor, hát nem tudom, mit, heti szinten jönnek messengeren üzenetek, vagy már kaptam ilyen nagyon hosszú e-maileket, amik az e-mail címére, amiben emberek leírják, hogy XY dolog miatt tetszik nekik, hogy ez mennyire hiánypótló, stb. És nyilván nem tudom megtenni, hogy ne olvassak kommenteket, és ott van mindenféle is. Azt azért arra talán egy kicsit büszke is vagyok, hogy nagyon sokszor, vagy talán több az a helyzet a komment szekcióban, amikor egy többé-kevésbé konstruktív vita alakul ki egy-egy téma kapcsán, mint sem az, hogy anyáznak, de ez kevésbé fordult elő. Na de hogy ez szokott dilemmákat okozni, hogy mennyire hajlok afelé, hogy a nézőközönségnek, hallgatóságnak az igényeit akarom kielégíteni, vagy én közben tartom magam amellett, hogy de ezt én így képzeltem el, és így fogom megcsinálni. Mert hogy közben meg nyilván nagyon fontos, hogy mennyien kattintanak, hogy mennyien nézik, mennyien hallgatják, és akkor ez a folyamatos lipinkázás a között, hogy mennyit engedek abból, amennyit én szeretnék, és mennyit engedek azoknak, akik közben közlik velem folyamatosan, hogy de ők valami mást szeretnének, vagy máshogy jó, hogy szeretnék. Személy kapcsán pedig, igen, volt még egy ilyen szerkesztőségi minor vitánk is alakult ki, ezt szerintem simán elmondhatom, amikor kitört a kegyelmi botrány Magyarországon, és azt követően megérkezett Magyar Péter a színre, akkor valaki poénból bedobta, hogy hát akkor meg kéne hívjuk Magyar Pétert egy interjúra. Persze nem ment el ez a beszélgetés odáig, hogy amúgy feltegyük azt a kérdést, hogy de amúgy mit kérdeznénk tőle, mert milyen relevanciája van neki Erdélyre nézve. De nagyon gyorsan bejött az a vonal, hogy jó, de hát ő elvileg úgy néz ki, hogy kicsit megabuzálta a feleségét, akkor ez a témához hogy állunk? Úgyhogy miközben teljesen amellett állunk ki, hogy a nők jogaival sokkal többet kellene foglalkozni, és hogy az ilyen ügyeket nem lenne szabad annyiban hagyni, úgyhogy voltak ilyen helyzetek, de hogy ez nem jutott tetlegességig, hogy egyáltalán megpróbálkozzunk ezzel.
Apropó helyzetek, te említetted a botrányt. Tehát mi van olyankor, már nem tudom, hogy mennyire foglalkoztok olyan tartalmakkal, ami a penge élen táncol. Volt-e olyan helyzet, amikor valamelyik alanyotok, akivel kiment mondjuk egy korrevű beszélgetés, hát kényelmetlen helyzetbe hozott benneteket azáltal, hogy botrányba keveredett? Ha volt ilyen? Én tudom, hogy a Székely Konyha és Kertben volt nekünk egy ilyen epizód, amikor hát egyszer csak kiderült az egyik alanyról valami. Nyilván hát most úgy kezeltük, hogy sehogy. Mert a Székely Konyha és Kert az a csatorna, ahol nincs komment. De hogy ti egy teljesen más területen mozogtok, nektek ez benne van a pakliban. De azt hiszem, nekünk egyik meghívottunkról tudtam meg én utólag, de ez a személyes tudatlanságom volt valószínűleg. Hát úgy néz ki, hogy így a doktoriát egy kicsit elplagizálta, és azért eléggé szoktam szivatni a kormányfőinket, meg nagy politikusainkat, akikről tudjuk, hogy mennyire megplagizálták a doktori dolgozataikat, úgyhogy na, de hogy ez utólag derült. Itt van az alkalom, Anna, na, amit megbeszéltünk hátul. Nem mondtam semmit súlyt. Vicceltem. Volt fordított helyzete volt már, hogy véletlenül hoztam vendéget retteltesen kellemetlen helyzetbe. Sőt, ott olyan volt, hogy napokig vaciláltam azon, hogy a műsort kiengedjem-e, vagy, és aztán úgy döntöttem, hogy akkor azt a részét inkább kivágom. Tehát, de Isten igazából most rossz vagyok, nem is én, ő maga hozta saját magát nagyon kellemetlen helyzetbe, tehát egy téma kapcsán elkezdett beszélni valamiről, amire nyilvánvalóan én kezdtem tovább és mélyebben visszakérdezni, és egy adott ponton azt mondta, hogy ja, ő erről amúgy nem is nagyon akart beszélni. Nem mondta, hogy nem vállalja, de én azt éreztem, hogy ez így úgy neki olyannyira kellemetlen lehetett, vagy lehet, hogy inkább akkor például ezt kivágtam. Ez egy nagyon érdekes felvetés, mert ugye ez nem élőben megy, tehát ez egy vágott anyag. Viszont te érzed azt, hogy van benne egy dolog, amivel őt nagyon kellemetlen helyzetbe hozod, még úgy is, hogy ő igazából ezt vállalta. Utólag kérné a korrekciót, még mielőtt kimegy, és akkor itt jön képbe a sajtóetika, vagy az etika. Ezzel hogy álltok ti? Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tehát úgy korrekt és úgy profi, hogyha valaki bejön, és olyan téma lehet terítéken, most mondjuk beszéljünk a politikáról, akkor nyilván ezt előtte úgy korrekt megbeszélni, hogyha én elmondom neki, hogy ne figyelj, itt, amit elmondasz, az nem lesz vágva, az arra nincsen kérés, stb. De ehhez azért eléggé szükséges az, hogy ez egy olyan profi körülmények között működjön, hogy ne csak egy ilyen... tehát, hogy akkor akár papírral is legyen fedve, stb. Tehát úgy gondolom, hogy ennek úgy lehet csak helye. Én jelenleg a saját részemet azt nem érzem egy olyan műsornak, ahol megengedjem magamnak azt, hogyha egy másfél óra alatt kibukott történetet utólag a meghívottam nem szeretné, hogy bekerüljön, akkor ne adjam meg neki azt, hogy rendben, akkor azt kiszedjük. Nem nagyon volt egyébként erre példa. Olyan volt, hogy kivettünk egy részt, de nem amiatt, mert neki kényelmetlen volt, hanem azt mondta, hogy mert egyszerűen ott annyira belebonyolodott egy témába, hogy totál már félrement az ő gondolatmenete is, és akkor úgy döntöttük, hogy ezt kiszedjük. De jelenleg én azt gondolom, hogyha valakit én meghívok, és érdekel ő engem, és utólag ő úgy érzi, hogy tényleg két óra alatt sok minden kibukhat és kibukik, akkor az kivehető. Egyébként mi próbálkozunk folyamatosan élőkkel is. Ez is egyébként hosszú távon a tervem, hogy szeretnénk minél több élőt is, mert annak megvan a szépsége és a kihívása, és egyébként egy rakás olyan dolgot hordoz, amit én nagyon élvezek, de ehhez is számok kellenek. Pont amiatt, hogy interakcióba lehet lépni élőbe a nézőkkel is, ez is hordoz nagyon sok vagány dolgot, de nyilván aki tudja, hogy megy élőbe, ott azért már odafigyel sok mindenre, de én ezt gondolom róla, hogyha tudjuk, hogy ez egy olyan téma lesz, ahol utána mi nem szeretnénk semmit kivenni, akkor azt azért előtte kell úgy leegyeztetni, hogy ne legyen abból utólag félreérthető dolog. Szerintem ez a portré műfajnak az egyik sajátossága, vagy hogy van egy ilyen része, hogy nagyon könnyen belefuthat a téma, még akkor is, hogyha... Tehát szerintem kérdezőként nekünk igazából minden jogunk megvan arra, hogy feltegyünk kérdéseket. Nyilván érdemes figyelni arra, hogy ezt az ember úgy tegye fel, hogy az jó legyen.
De hogy onnantól kezdődően már az alanynak a felelőssége, vagy döntése, hogy ő válaszol, vagy mit válaszol rá. És igen, portré műfajban bele lehet futni abba, hogy sokkal személyesebbre sikerül, mint ahogy az ember szeretné, vagy ahogy tervezi. Nálunk én ilyen szempontból szoktam kötni az ebet a karóhoz. Mi is vágatlanul, tehát szerkesztetlenül kvázi tesszük közé az anyagainkat, de hogy nem is, a legtöbb téma nem is olyan, ami személyes dolgokról szól, hanem ezek ugye szakmai beszélgetések szoktak lenni. De többször futottunk már bele olyanba, hogy például a cím nem volt megfelelő szakmailag, amit én adtam. Volt egy öngyilkosságról szóló podcastünk, és akkor én annak adtam egy címet, mert hogy ugye nálunk nincsen bulvár, úgyhogy elég nehéz kattintásvadás személyt hozni, vagy olyan személyt, akivel kattintásra lehet vadászni, úgyhogy nekünk marad a thumbnail és a cím. És akkor én ennek a podcastnek adtam egy eléggé durva címet, mert nem tudtam, hogy ilyet nem szabad, és akkor küldték a pszichológusok, hogy hát ezt ezért nem szabad, és akkor ezt nyilván cseréltük. Tehát, hogy ilyen szempontból azért akkor, amikor a szakmaiság határait nem éri el, vagy ilyenek, akkor nyilván hozzányúlunk az anyaghoz. Egy újabb érdekes téma terítékre került, a bizalmi kérdés. Tehát azt, hogy ti ismertek, vagytok a nézőitek, követőitek körében, az egy dolog. De hogy megkerestek egy számotokra érdekes embert, felmerül-e bizalmi kérdés a dolog? Van. Mert említettette a papírformát, ezen nagyon meglepődtem egyébként. Ja, nem, ezt csak arra értettem, hogy nyilván, hogyha valami annyira oda fajul, hogy valaki olyan témában mozgolódik, ahol elvárás lehet az, hogy ez figyelj, ez ki fog menni, vagy sem, akkor ott akár ide is lehet fajulni, de hát most ezt úgy mondtam, hogy tehát mindenkit az véd. Tehát bárcsak ott tartanánk, hogy aki bejön azzal egyből, ahogy belép az ajtón, fogadja egy kis asszisztens, aki azt mondja, hogy tessék itt a papír, onnantól kezdve, hogy beléptél. De ez nem vicc, tehát hogy van ilyen tartat. Weiser Alinda így készíti az összes interjúját, hogy persze elmondatja kamerába is az alanyával, hogy akkor ezt így vállalod úgy, hogy van, és tudod, hogy ez így fog kimenni, és utána alá is íratja vele a papírt, mert hogy ő már többször megjárta, hogy le akarták szedetni az anyagot, vagy hogy nem akarták utólag kiengedni. De igen, de hogy visszatérve a kérdésedre, hogy szerintem az, aki eljön egy műsorba, az saját magával szembe lenne butaság az, hogyha nem is ismeri a csatornát, akkor legalább megnézze, ez mivel foglalkozik, mert hogyha engem behívnak, nem tudom, mert politikus vagyok, akkor biztos, hogy meg fogom nézni, hogy ki hív meg, és vajon mit kérdezhet tőlem, még ha nem is küldök-e nekik semmit előre, mert hogy talán eddig szinte senkivel nem beszéltem le előre a témákat direkt, de tehát onnantól kezdve, hogy ő belépett hozzád, és tudja, hogy milyen tartalmat gyártott, onnan már tényleg az ő felelőssége. Tehát nálam is például érdekes, hogy én egyébként bár kívülről úgy tűnhet, hogy ezek portréműsorok, de azért próbálom olyan minél jobban és egyre többször oda terelni a beszélgetéseket, hogy egyébként én se arra törekszem, hogy ilyen nagyon személyes, ilyen már szinte tényleg bulvárszerű dolgokról beszélgetünk, ahol valakinek a magánéletét bolygatjuk, hanem én úgy próbálom válogatni a témákat és az embereket, hogy aki bejön, akkor egy adott témáról beszélgessünk, mint ahogy mondjuk az utolsó műsorunk is egyáltalán nem a személyről szólt, aki bejött, hanem 2 órán keresztül a cigányságról beszélgettünk, és nem róla. Apropó bulvár, az mindenkori... Jó, megtartom a gondolatomat, mondd el. Nem, a bizalom kapcsán akartam, tehát úgy jutott eszembe egy gondolat, hogy én azt gondolom, hogy a podcast például ebből a szempontból egy nagyon jó formátum, hogy lehet, hogy alapvetően a vendég, amikor leül veled szembe, és az első 5 kérdésig egy nagyon zárkózott ember. Tehát hogy én azt gondolom, hogy pont ez lenne az interjú, vagy a mi interjú podcastnek a lényege, hogy egy adott ponton egy ember egy beszélgetés közben kezd el lassan kinyílni. És nagyon sokszor találkoztam én is ilyennel, hogy egy ilyen nagyon zárkózott helyzetből indult el a beszélgetés, és a végére ilyen teljesen, már mindent is, már teljesen fesztelenül elkezdett beszélni olyan dolgokról is, amiről meg vagyok győződve, hogy ő úgy ült be, hogy én erről nem fogok beszélni. Igen, nekem is ez a tapasztalatom. Itt Erdélyben a zenészek nincsenek szokva az ilyen interjúkhoz, főleg az ilyen hosszabbhoz, tehát sajnos ez van. Nagyon kevés esetleg rádiós interjú van. És mivel én konkrét, nekem kicsit szerencsésebb a helyzetem, mivel konkrétan 14 éve a zeneiparban élek, én köztük mozgok nap mint nap, ezért kialakult ez a bizalom, és sokszor volt ilyen visszajelzés, hogy
legjobb interjú volt, évek óta nem adott interjút, egy amúgy zűrös múlttal rendelkező zenész, és igen, ez eléggé fontos, hogy hiteles legyen az ember, kialakuljon ez a bizalmi dolog, másképp nem tud nagyon-nagyon jól működni. Tehát... Visszacsatolásokat tekintve, mert biztos vagyok benne, hogy egy-egy adott téma kapcsán nagyon sokat készültök, mert hogy ezt egy háttérmunka meg kell előzze. Volt olyan, hogy szakmaiatlansággal vádoltok? Mert hogy te dobtad fel ezt is, ugye mindössze egy cím kapcsán, de hogy nem voltatok elég felkészültek, nem volt elég mélyre ásva a történet, és akkor a szakma képviselői belétek álltak konkrétan. Nem, én magamba szoktam beleállni, és akkor én nem érzem sokszor eléggé. Felkészültek, mindig azt mondom, hogy lehetne sokkal több. Ebből folyamatosan tanulok, mert már futottunk bele olyan helyzetekbe, ami pont abból jött, hogy túl sok mindent akartam egyszerre, nem maradt annyi idő, egy csomó minden, amit én szerettem volna, hogy azzal foglalkozni tudjak. A tegnap a Magyar Napokról készítettünk egy anyagot, és az első momentumban belefutottam egy ilyenbe, hogy na, azt még meg kellett volna nézni, és akkor nem szivatom le saját magam. De ezzel kicsit úgy is vagyok, hogy jó, ezeken most így át kell menni, ezeken a lépéseken, hogy, és szembenézni ezzel. A csapatban nincs egy olyan ember, aki azt mondja, hogy Anna, na, vagy lenne, de nem mer beleszólni ebben. Egyáltalán te vagy mindenben a döntnök. Témaválasztás meghívott. Az enyém az utolsó szó, hogyha erre vagy kíváncsi, igen. De hogy nekünk most jelenleg egy 10 főből álló csapatunk van, ezek az emberek önkéntes alapon annyi időt tesznek ebbe bele, amennyit tudnak, és mindenki hozza azokat, tehát ebből a 10 emberből 5 az, aki szerkesztéssel foglalkozik, de hogy ezt együtt tanuljuk, és akkor ők azok, akik szoktak témákat hozni, és... Mivel anyagilag nem tudom őket motiválni, ezért azzal igyekszem őket motiválni, hogy akkor igen, foglalkozzon olyan témával, ami őt érdekli, keressen hozzá potenciális meghívottat, és akkor én azzal elkészítem azt a podcastet, azt a beszélgetést, még akkor is, hogyha mondjuk, ha tőlem függött volna, akkor lehet, hogy nem azt a beszélgetést készítem el először. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, én 25-26 év rádiózás után is még helyenként le tudok frusztrálódni, amikor készülök valamire, nagyon úgy érzem, hogy ez jó sikerül, és akkor rájövök a végén, hogy nem lett jó. Ti hogy vagytok ezzel? Valószínűleg akkor fogod abba hagyni, mikor már azt fogod mondani, jó, ez is jó lett. Akkor ez egy nagyon egészséges hozzáállás részemről. Hogy vagytok ti ezzel? Tehát készültök, kutattok, utána jártok, jegyzeteltek, és akkor azt látjátok, hogy a számok nem úgy pörögnek, mint ahogy ti készültetek ezzel, ahogy szokták mondani nálunk fel, szívem, lelkem, belefőstem. Hogy dolgozzátok ezt jól fel? Igen, az nagyon nehéz. Tehát nekem már volt az első 2 év után egy ilyen, hogy na, ha most tényleg nem megy ennél fenn, tehát értelmetlen ezt az időt, energiát beletenni, és akkor ilyenkor jó kapaszkodni azokba a visszajelzésekbe, meg nekem személy szerint jól esik, mikor visszahallgatom, vágom, tehát ismerem azokat az embereket, valami megfog abból a beszélgetésekből, ezek is tudnak segíteni, illetve tovább kell kutatni, hogy hogyan lehet ezt változtatni. Én amikor elkezdtem, akkor nem volt még YouTube-on podcast, meg ilyen, csak a streaming volt, és akkor volt egy időszak, amikor azt mondtam, na akkor most YouTube, és látszik, hogy jobban megy, abszolút. És ugyanúgy TikTok, nézem meg, mik mennek, mindent próbáljak meg, és hogyha tényleg megkapja az ember ezeket a módokat, akkor igen, látszik. Hogyha meg nem, akkor megint egy nagyon gondolkodós kérdés. De igen, nehéz ez, amit mondasz, hogy ezen hogy lehet átlendülni. Én eddig ezeket a megoldásokat találtam. Én Isten igazából minden podcast után úgy érzem, hogy ez szar lett. De tényleg, tehát hogy így mindig, és akkor utána eldöntöm, hogy na nem bajok majd a következőre. Nem, nagyon furcsa dolog ez, hogy mit tartunk jónak, vagy mi az, amire azt gondoljuk, hogy jó, vagy nem jó. Van olyan műsor, amire azt mondtam, hogy szerintem ez borzasztó rossz lett, vagy nem borzasztó rossz lett, de hogy így alapvetően így vállalható, de nem lett igazán jó. És volt olyan hallgató, amelyik azt mondta, hogy na ez.
Úgyhogy nem, de nagyon sokszor, hogy nyilván én önkritizálok, de nagyon, nem tudom, hogy mit fognak szeretni. Tehát, hogy van olyan, akinek olyan dolgok jöttek be, amikre én azt mondtam, hogy például ez nem is volt annyira érdekes számomra. Sokszor voltam olyan helyzetben, azt éreztem, az interjú az nem lett jó. Az én mércém szerint, és akkor jött a szakember, és jaj, ez fantasztikus volt. Volt egy olyan megjegyzés, hogy jaj, én nem is tudtam, hogy te ennyire jó vagy, és néztem ki, na hát, bocsánat, elnézést kérek. Na jó, nagyon kezdett szorítani az idő, kérdése van-e valakinek, ezt most teszem fel először és utoljára, mert úgy érzem, hogy ez működik, de nem nagyon látva, hogy megjegyzett volna bárki is. Legalább egy kommentet valaki. Valaki lájkot azért dobjon. Melyik az a kérdés, ami nem hangzott el, de olyan nagyon szerettétek volna megválaszolni ebben a panelben? Úgy érzitek, hogy bennetek van, úgy kikívánkozik. Én egy témával kapcsolatosan. van még Erdélyben elég sok podcaster, hála Istennek. Sőt, egyre több kezd lenni, és egyre minőségibb, és ennek nagyon örülök. És van egy friss emlék bennem, vagy egy friss élmény bennem. Nemrégiben készítettünk közösen egy podcastet Máté Kincsővel, aki a Pertu podcast, Pertu Háromszék podcastet viszi. És ott felmerült egy dolog, ami igazából foglalkoztat, és nagyon örülök például ezért ennek a beszélgetésnek, hogy ti most egészen szoros kapcsolatban dolgoztok, de én például Gyergyóban egy olyan helyzetben vagyok, ahol nem találkozom podcasterekkel. Tudom, igen, Gyergyó egy szarrej, a világ végén van, meg stb., de hogy nekem például van igényem arra, hogy podcasterekről kell beszélgessek, hallgassam meg, hogy ők hogyan gondolkodnak, hogyan készítenek tartalmat, még akkor is, hogyha egy globális internetben élünk, ahol bárhol miről van YouTube videó, de az, hogy például hogy Erdélyben hogyan készítsünk podcastet, vagy mi az, ami szerethető Erdélyben, vagy mi az, amit vesznek, mi az, amit nem vesznek, még akkor is azt mondjuk, hogy nem érdekel minket, hogy mit vesznek, vagy mit nem vesznek. Tehát, hogy én nagyon... Tehát tetemre hívok akkor ezzel mindenkit. Kincsővel akkor eldöntöttük azt, hogy mi lenne, hogyha adásokat készítenénk erdélyi podcasterekkel, podcasterekről, podcastekről, erdélyi podcastről, vagy alapvetően erdélyi tartalomgyártásról, és igazából nem fogok kiukadni sehova, tehát hogy ezt én most csak így egy ilyen megemelten itt hagyom ezt a mondatot, és felvállalva azt, hogy én ennek szívesen lennék amolyan zászlóvivője, és felkérve benneteket is erre, hogy fussunk néha össze, néha veszünk össze azon, hogy hogyan kell tartalmat készíteni, vagy hogyan nem kell tartalmat készíteni. Úgyhogy ezt most csak egy ilyen három ponttal a végén, ilyen passzív-agresszív módon így itt hagyom ezt a mondatot. Hát hosszú még a nap, tehát hajnalig még van idő. Én talán még ami kérdést feltennék, vagy amiről beszélnék, az, hogy beszéltünk külön arról, hogy ki mit csinál, valamennyire úgy halványan meg, hogy hogyan csináljuk, tehát a hogyanjáról, de én a miértjéről beszélgetnék egy kicsit. Mármint, hogy ki miért csinálja azt, amit csinál. Valami... Ez volt az első kérdés. Így a végére válaszolt meg. Akkor az első kérdés. Valahogy úgy nem, én még nem jutott el hozzám, ki miért csinálja, mi az ő motivációja. Nem hiszem, hogy pénzért csináljuk, de a pénz az egy szükséges eszköz, egyértelmű. És na, én kíváncsi vagyok személy szerint, hogy ki miért csinálja. Mondjuk Anna egy kicsit beszélt róla, ahogy emlékszem, de a többieknek nem tudom. Igen, közben elterelődött a téma, de nekem is volt az elején. De röviden én azért kezdtem el, mert amit mondtam, 14 éve, hogy már zeneiparban dolgozom, és foglalkozok különböző zenei háttérdolgokkal. Ugyanúgy külföldön is, tehát idén már Németország, Wales, minden fele járok, és Magyarországon is. És arra jöttem rá, hogy az erdélyi magyarok különösen nem nagyon tudnak semmit az itteni történő zenei életről, zenészekről, háttérszakmáról, meg úgy amúgy egy csomó zenei dologról. És ez volt az első motiváció nekem, hogy ezt a szférát mutassuk meg az embereknek, a közönségnek, vigyük közelebb a zenészeket, a háttérszakmát, az, hogy mik történnek, mik vannak. Úgyhogy ez volt nekem a legelső és a legfontosabb. Még mindig ez, és ez is fog maradni.
És nagyjából röviden ez, ami értje. Podcastes hasonlattal fogok erre válaszolni. Nemrégiben láttam életem egyik legkellemetlenebb podcastjét. Nem azért fogom kimondani, hogy most mindenki keresse, de amúgy érdekes megnézni. Csernus doktor úr készített egy borzalmas podcastet Galla Miklóssal, nem tudom, láttátok-e. Egy borzalmas szekunder szégyen az egész podcast. És Galla mindenre azt válaszolja, és én azt gondolom, hogy ez valahol bennem is van, nyilván Galla hülyeségből is válaszolja, de nem csak, hogy becsvágyból, exhibicionizmusból is csinálunk ilyen dolgokat. Tehát nyilvánvalóan én azt gondolom, hogy azzal, hogy podcastet kezdtem gyártani, azon túl, hogy nyilván szeretnék bemutatni egy csomó embert, egy csomó más embernek, vagy olyan embereket bemutatni, akik szerintem izgalmasak, nyilvánvalóan van egyfajta exhibicionizmus is benne. Tehát az ember meg is akarja mutatni magát, meg akarja mutatni azt, hogy ő tud ilyet, nevezzük így, és nyilván van egy olyan fajta vágy, vagy bennem van egy olyan fajta vágy, hogy átadjak valamit abból, amit én tapasztalok. És igen. Nem folytom belétek a szót, ha szeretnétek elmondani. De nagyon röviden. Négy szem közt. Igen, hát ugye említettem fél szóba egy másik kérdés kapcsán, hogy rengeteg olyan ember van, akit meg kell szólaltatni. Nyilván nekünk van egy olyan közös célunk is akár, ami egy kicsit afelé is próbálja mozdítani az embereket, főleg a média műhely kapcsán, hogy egyébként nagyon sokan vagyunk még így, akik el szeretnének valamit mondani, csak nincs meg az eszközük hozzá, és az eszköz az nem biztos, hogy egy technikai kütyű, hanem lehet, hogy ő azt gondolja, hogy nem tudja kimondani. Biztos, hogy rengeteg emberrel találkozunk, akik megszólítanak embereket, hogy azt mondják, hogy jaj, de hát én nem kamera elé vagyok, jaj, de hát én nem mikrofon elé vagyok, pedig tudjuk róla, hogy ő mit hordoz magába. Szóval egy kicsit ez is a célunk, hogy egyébként minél több ilyen ember meg kellene szólaljon, akár meghívottként, de akár saját podcast csatornába gondolkodva. És egyébként igen, nagyon drága nekünk megvásárolni ehhez az eszközöket, viszont azt is tudjuk, hogy ha nagyon akarjuk, akkor egy Altex-es 100 lejes mikrofonnal el tudjuk kezdeni, ha nagyon akarjuk. Persze egy idő után akarva, akaratlanul muszáj lesz ezt fejleszteni, ha akarjuk fejleszteni, de el lehet kezdeni akár csak hangformájában, és nagyon sokan így kezdtük, hogy csak hang volt, és azt meg lehet oldani egy olcsó eszközzel is. Szóval nekem ez az egyik nagy motiváció. A másik meg, amiről ugye nagyon sokat szoktunk beszélgetni, és bocsi, tudom, hogy jár le az idő, látom rajtad, de így jártál, de a mikrofont mi folytatjuk, jó? Tehát bocsi, te mondtad, hogy velünk könnyű lesz, akkor most... Éppen ezt akartam mondani, hogy annyira ti a podcasterek, annyira tipikus interjú alanyok vagytok, mikor kétszer már felhívtam a figyelmeteket, hogy szorít az idő nagyon röviden, úgy megerett a nyelvetek... Vagy csak ti rádiósok, akinek kell jön a reklámblokk, de mi megtehetjük, mert nekünk hogy, is reklámblokk. 5 perc van átrendezni a színpadot és a kvízestet elindítani, úgyhogy pörgessed. Azt igen, én tudom a... Másfél órát raktatok nekünk úgy, hogy még át kell szereljetek utána egy... Hát én már 10 percen mind igyekszem mondani, hogy nagyon rövid, nagyon szorít. Én folytott, de ha valakit érdekel, akkor a csatornában biztos meghallhatja, úgyhogy. Ez legyen a végszó. Még annyit kívánok, hogy ahogy te mondtad, hogy fogják, vegyék és vigyék. Ez legyen a végszó. Köszönöm, hogy itt voltatok. Levente, Szabolcs, Gábor, Anna és Attila. Bocs, tényleg, hogy beléd folytottam, de esküszöm, hogyha valahol hát ez fent lesz az interneten, hát itt a lehetőség, ragadjad meg. Ez mikor kerül ki? Ahogy hazaérek, azonnal vágom és kerül fel, tehát holnapra már mindenki nézheti, hallgathatja. Nyugi! Úgy legyen, köszönöm, hogy itt voltatok. Hamarabb. Köszönöm szépen. Köszönjük mi is.